Több a rosszul lét, és többen hívják a mentőket nyáron, mint az év többi időszakában. A változékony időjárás miatt leginkább a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és az epilepsziás görcsök jellemzőek. A hét második felében az előrejelzések szerint akár 30 Celsius fok körüli hőmérséklet is várható, míg a korábbi napokban a hűvös, őszies időjárás volt jellemző. A nyíregyházi mentők azt mondják, ilyenkor akár 10-15%-kal is több riasztást kapnak az időjárás miatt rosszul lévő betegekhez, és érezhetően nő az újraélesztések száma is. Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki óvja magát a közvetlen napsütéstől, és a rosszul létek elkerüléséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadék bevétele is. A gyorsan változó időjárás leginkább a gyerekekre és az idősekre veszélyes. Ők ugyanis fokozottan ki vannak téve az orvos-meteorológiai hatásoknak. A meleg közelettével a szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás és a fejfájás is jellemzők, míg a hideg beköszöntével görcsös, epilepsziás betegekből van több. Erről is beszélgetünk Illyés Györggyel, vezető mentőtisztel. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kezdj csókolom! Erről a témáról is, illetve arról is, hogy újonnan kinevezett igazgatója, vagy vezetője tulajdonképpen az OMS megyei területén a mentőállomásoknak, illetve annak az egy irányító központnak, ami még ide tartozik. Igen. Ehhez a kinevezéshez természetesen gratulálunk. Tehát, hogyha visszatérünk egy picit a riasztásokra, a hívásokra, akkor megemelkedett az utóbbi napokban, az utóbbi időszakban érezhetően a hívások száma tehát. Igen, a 30 fok, illetve az a fölötti hőmérséklet ugye maga után vonza, hogy megnövekszik a szív- és érrendszeri betegségek, illetve az azzal kapcsolatos riasztások száma. Ez körülbelül egy olyan 10-15%-os riasztási számot von maga után. Tehát, hogy ennyivel több riasztás érkezik be, mint egyébként az átlagos napokon, vagy hétköznapokon. Bírja-e a megyei mentőszolgálat? Azt gondolom, hogy nem állunk rosszul ugyanúgy a megye, illetve a régió, vagy az országos szinthez képest. Kapacitás tekintetében elmondhatom, hogy jól állunk, gyakorlatilag tudjuk tartani azokat a időintervallumokat, amik elő vannak irányozva, hogy minden beteghez megfelelően időben kiérhessünk. Ez a 15 perces időintervallum még mindig? Így van, ez a 15 perces időintervallum. Ez a 18 mentőállomás tehát lefedi a megye területét ebből így a szempontból teljesen? Abszolút, azt gondolom, hogy lefedi teljes mértékben. Ugye nemrég volt mentőállomás átadás is itt a megyében, tehát milyen területek voltak még ilyen szürke foltok a térképen? Amilyen szürke folt volt, az a Kölcsei körzet, illetve a Tiszaadonyi körzet, ahol ugye az utóbbi időben ez a két új mentőállomást adtuk át a mentőszolgálat. Mit jelentett ez ebben a térségben? Mik a tapasztalatok? A tapasztalatok az, hogy igen, szükség van, hogy lefedjük ezeket a holdpontokat, ez a idézőjelben ezeket a sötét foltokat a mentés szempontjából, és azt gondolom, ez egy előrelépés, tehát ezáltal ez a 15 perc elérhető, illetve tartható a betegek szempontjából. Ugye korábban arról is szó volt, hogy a határmenti térségekben és településeken, vagy ott a közel a határhoz van szükség, vagy lenne még szükség mentőállomásra. Mit látnak, kell-e még esetleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mentőállomást létesíteni valahol, vagy szükség lehet-e még erre? Gyakorlatilag ilyen jellegű felmérés nem készült, ezek voltak a kritikus pontok, de azt gondolom, ezek meg is valósultak. Természetesen az ideális az lenne, hogy akár minden egyes községbe lenne mentőállomás, de ugye tudjuk, hogy ugye a kapacitások, illetve az anyagi kapacitás, ez véges a mentőszolgálatnál. De azt gondolom, hogy teljesen jól lefedett, és megközelíthető 15 percen belül. És ehhez egy jó technikai háttér is kell természetesen a működéshez, a működtetéshez, hogy állnak a mentőállomások e tekintetben, hiszen egy nagyobb fejlesztés előtt áll az országos mentőszolgálat. Igen, a napokban jelentették be, hogy 2 milliárddal hozzájárulnak az OMSZ költségvetéshez, amit ugye gépjármű beszerzésre fog fordítani a mentőszolgálat. Azt gondolom, hogy erre szükség is van, ugye mert a 13 életévet betöltött mentőautók jövőre nagy számban, főleg a Toyoták szempontjából jövőre nagy számban ki fognak menni a forgalomból, és szükséges a folyamatos pótlás, és elengedhetetlen is.
Azért az elmúlt időszakban a mentőszolgálatoknál is voltak kisebb-nagyobb változások, változtatások. Milyen most a hangulat tulajdonképpen önöknél, mert hogy még az év elején arról volt szó, hogy kevesebb a munkaerő, alacsonynak tartják a dolgozók a fizetést, tudjuk azt, hogy az egészségügyi szférában bizonyos szektorokban már próbálják helyre tenni a jövő évi költségvetésben, benne is vannak a béremelések, tehát a fizetéseket, van-e munkaerő elvándorlás, mit látnak most, miről a vélemény? Igen, azt látni kell ugye, hogy most az elmúlt hónapokban született ezzel kapcsolatban határozat, hogy gyakorlatilag szeptemberben egy nagyobb mértékű béremelésben lesz része az egészségügyi dolgozóknak. Ez átlagosan ugyan 26,5%-ot, és mi még külön ígéretet kaptunk főigazgató Bajtástól, hogy még egy plusz 13-14%-os béremelést a külön a mentő dolgozóknak. Munkaerő hiány tekintetében azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve ez a keleti régió azért jobb helyzetben van, mint a nyugat-dunántúli régiók, itt könnyebben találunk. A bérezés az országosan KJT szerint gyakorlatilag ugyanaz, könnyebben találunk, nem vagyunk rossz helyzetben, természetesen törekszünk, hogy minél hatékonyabban működhessenek a mentálmasnak, tehát minél több dolgozót tudjunk a köreinkbe tudni. És a szakképzett munkaerő természetesen? Én természetesen szakképzettet, hogyha nem, akkor az országos mentőszolgálat képzi folyamatosan a dolgozóit, és gyakorlatilag így megfelelő szakképesítéssel fognak tudni rendelkezni. Én a diplomásokra gondolok elsősorban természetesen. Igen, a diplomásokkal kapcsolatosan ugye Nyíregyháza, mint egyfajta oktató bázis, oktató rész, ugye a főiskolásokat tekintve mentőtiszteket igen nagy létszámban sikerül hozzájárulni a mentőszolgálat dolgozóihoz, illetve az országban tudni kell, hogy Budapesten és Szombathelyen is van ilyen képzőhely, egyetem. Természetesen azt azért tudni kell, hogy akik itt végeznek nálunk Nyíregyházán, azok nem mind itt fognak maradni, hanem az ország különböző részeire fognak tovább menni. Még egy kérdés a kinevezéshez kötődően, egy megyei vezetőnek az OMS-nél mi a feladata? Igazából a feladatom abból áll, hogy ugye az alám tartozó 18 mentőállomás, beleértve az irányító csoportot is, mint akár egy külön mentőállomást, ugye azoknak a vezetése, egészségügyi, szakmai szinten tartása, egészségügyi felszerelések ellenőrzése, akkor gyakorlatilag az ő munkájuknak a megszervezése, koordinálása, és természetesen azoknak a begyűjtött adatoknak a tovább küldése esetlegesen a központ felé. Mindehhez sok sikert, jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.